A fideszeseket zavarják a szegények. Mivel a szegénységet megszüntetni nem tudják, ezért megpróbálják inkább elhazudni azt. Mi viszont azt gondoljuk, hogy a szegénységgel szembe kell nézni, mert csak akkor tudjuk megszüntetni. Az elmúlt három évben zuglóban egy sor olyan intézkedést vezettünk be, ami érdemben segített a szegény embereken. Miért ne tudnánk ezt megtenni az egész országban? Az első lépés. Tíz éve nem emelkedett Magyarországon a minimál nyugdíj összege. Ebből az következik, hogy nagyon sok ember, aki végig dolgozta az életét, ma a szegénységben él. Ez nem tartható így, ezért mi meg fogjuk duplázni a minimál nyugdíj összegét, és felzárkóztatjuk a 100 ezer forinnál kisebb nyugdíjakat. A második lépés. Szintén 10 éve nem emelték Magyarországon a családi pótlék összegét. Márpedig a családi pótlék az egyedül olyan támogatás, ami minden gyereket elér, ahol minden gyerek egyenlő. Éppen ezért meg fogjuk duplázni a családi pótlék összegét, mert nem szeretnénk azt, hogy a gyerekvállalás a szegénységvállalását is jelenteni egyben. A harmadik lépés pedig az, hogy egy radikális béremelési politika részeként adómentessé tesszük a minimálbért, és ezáltal elérjük azt, hogy az, aki napi 8 órát dolgozik, az meg is tudjon élni a fizetéséből. Ez három nagyon fontos lépés, amit sok-sok apró lépés követ még, hogy igaz legyen Deák Ferenc mondása, hogy nem az a boldog ország, ahol sok a gazda, hanem az, ahol kevés a szegény.